Sziasztok srácok, itt Bálna, és még mielőtt belecsapnánk a videóba, szeretnék pontosítani valamit, amit az előző videóban kijelentettem. Szóval nem csak a harmadik évadig vannak fenn részek, szerintem félre magyaráztam, harmadik generációig vannak fönn gyakorlatilag, hatodik évadig vannak fönn, ezt honnan tudom, Desher 33-tól kaptam sorozatbarát.online weboldalhoz egy regisztrációs linket, ahol fönn vannak magyarul az epizódok, mondom meddig, hetedik évadnak a harmadik, negyedik részéig, ahogy jól látom, igen. Tehát a negyedik rész az már nem szinkronos. Bele nézegettem, a hatodik évad a Hoenn régiónak az eleje, ha jól láttam. Szóval várható az, hogy a jövőben át tudjam ezeket fésülni, hát nem kevés idő lesz, és kicsit megpróbáltok videózni belőle a bakikat, kiszedegetni, stb. Szóval egyrészt nagyon szépen köszönöm ezt a regisztrációs lehetőséget, másrészt most már ti is tudjátok, hogy hol lehet elérni, hogyha nagyon akarjátok valahogy felkutatni, és hogy nem csak a harmadik évadig, hanem a harmadik generációig vannak fönn magyar szinkronos részek az interneten. Most pedig kezdjük a videót. Na srákok, akkor folytassuk az adventúránkat. Itt vagyok Sola Sion városba. Megtanítottam Hereverébnek a flight, amit az előző rész végén kaptam meg. Ide repültem, mert ide kell majd jönnünk a szájdákokat megbögyörgetni. Kiraktam a csapatból, és itt van a Daker. Most jutott eszembe, hogy hát nem itt hagytuk annó egy ívit? Hát de! Úgyhogy nézzük már meg Mamótól, hogy ez hogy van ez az ívi. Szaffaládé. Level 9-es volt. Nem, még egyet akarok rézelni. Ki akarom venni, Mama? Összesen 9 szintet fejlődött. Hát legalább eltelt már, nem tudom, 2-3 hét, amióta én itt hagytam ezt. Hát nem hiszem, mert nézzük csak Szaffaládét, meg vizsgáljuk meg gyerekek, mit tett ez a nyanya vele. Level 29. Hát aránylag rendben van, úgy tűnik. Tudja a bájtot. Nagyszerű. Hát akkor... sok minden nem fog szegény vele csinálni. Úgy néz ki, hogy akkor vissza is rakom. Ameddig nem tudunk jeges követ szerezni, addig visszateszik a Daker Ladyhez, és akkor megyünk tovább. Na tehát akkor csupáljunk tovább felfelé. Hol voltak azok a szájdákok? Nem emlékszem pontosan. De valahol errefelé lehettek. Hogy volt az a bringázás? Így volt? Ez az. Jippi! Itt vannak a szájdákok, gyerekek? Vagy ezek igazi szájdákok? Vagy illuminati szájdákok? Használják a Secret Potion, és... nyomják a Psy Dance-et. Tovább engednek. De az egyik az rossz irányba indult el. Oké, Cynthia. Használtad a Secret Potion-t. Ez folyamatosan nyomomban van ez a csaj? Jézus Márián. Aha, szóval megszüntette... Ja nem, triggereltem a fejfájásukat. Kérhetek egy nagy szívességet? Hát az attól függ. Ezt az old charmot léci és add már oda öreganyámnak a Celestia Townba. Hát, hogyha el tudok oda menni, akkor laza. Oké, menjünk akkor. Guruljunk tovább. Nagyanyádat meg csókoltatott gondolom én, de engedj már. Counting on you. Értitek, a saját nagyanyja, aki itt lakik, egy köpésre nem megy el, fél a nagyitól. Inkább velem, mi velünk küldet egy vadidegen gyerekkel. Nézzük, hogy mit találunk itt. Egy punyitát. Oké, skip. Megyünk tovább, próbálunk tovább menni. Ott egy pokélabda, jaj. Punyita, skip. Oh, valaki felbukadt a fűből, észre sem vettem a kis ninját. Na nézzük, itt ha ilyen 20-as pokémonjai vannak, akkor... Ó, egy krógánk. Na jó, ez már velem egy szinten van. Micsoda veszélyes ellenfél, nem? De... úristen, most mi lesz? Jézusom, ez a pokémon. Imádom, amikor ezek ugranak elő. Még egy krógánk. Ki az, akit én fejleszteni akartam? Ja, majd infernépet akarunk, de csak nem a krógánkon fogom felszintezni, bár szerintem ez bármi megölni. Ha ilyen mádbomboktól kifekszik. Holy Mother of God. Jesus Christ. Gyenge. Na jó van, pöccenjünk tovább, itt egy pokilabda. Remélem max revive. Hyper Potion, nem rossz. Biztos, hogy vannak még itt ilyen kis ninja trénerek. Csak a Ponyta, skip. Gyerekek, túljutottam azon a susnyáson, itt a következő susnyás. Megint Ponyta, hát skip. Jó, hát én lassan felszintezem itt szerencsétlen taknyot. Nem kap más, csak Ponytát az arcába. Az első Staravia, skip.
Oké, nézzük, mi a labda. Nezball. Oké, nem biztos, hogy fogom én használni ezeket a furcsa labdákat. Valahol ebben a fűben lehet. Oh my god! Végre! Szóval pont megnéztem, hogy ezen a Route 210-en milyen pokémonokat lehet elkapni, és nézem, hogy hát van 5% kemény, 5% esélyem. Azt mondja, hogy nappal elvek 15% esélyem van belefutni egy Scyther-be. Úgyhogy hát nézzük. Pursuit. Csak nem ölöm meg. Jó, oké. Mire is jó ez a Nezball? Hol vannak a labdáim? Nezball az nem. Várjál. De, Bug-type Pokémonon, kapjuk már el. 19-es lány, Leány Scyther. 1, 2, 3, és meg. És nincs meg, el tud futni. Ho. Pampolta magát. Mi az anyám? Na jó. Úgy látszik, hogy itt be kell keményíteni. Nezball az mire jó még egyszer? A Weaker Pokémon. Ultralabda. Egy, és kegyből kijön. Nehogy elfuss. Jó, van egy ötletem. Átváltok hereveréből és megpöckölöm. Talán ő ki tudja ütni. Ha csak nem megy el most itt kapásból. Agility, jó, nagyon gyors vagy. Bármivel megadom. Gyerekek, Defog. Ez valamire csak jó lesz, nem? Ja, de tudom, egyébként rózsával is tudom bántani. Van paralízisem, az lehet, hogy jó lesz, az a lelassítjuk nagyon. False Vibe, mennyire egy mocskos move. Egyébként a legjobb elkapom, mert ugye egy HP-ig viszi le csak a Pokémonnak az életét, szóval lehet az a döngölni rendesen. Nagyon gyors letett az Agility-től, ez nem király, nem tetszik. De megvan, Sunsport megkapta, hála Istennek. Hogy nézzük meg, hogy parával el tudjuk-e kapni Ultraból. Milyen nehéz elkapni egy Scythert, nem gondolnátok. Na, 1, 2, 3. És végre megvan! Megvan! Oké. Hát én azon nyomban elnevezem ezt a Scythert. Elnevezzük ezt a Scythert Kumillának. Írjátok meg, hogyha szeretnétek, hogy valahogy belesugasszuk a csapatba és valamit kezdjek vele. Nem tudom, hogy az emulációs trédet meg tudom-e oldani a játékban. Tehát most arra értem, hogyha szeretnék csinálni egy skizort, akkor ezt bele tudom-e tenni a játékba. De hogyha ti azt szeretnétek, Defog, lehet, hogy ide kelleni fog, Rimmelt. Tehát, hogyha azt szeretnétek, akkor írjátok meg, és megpróbálok megtenni mindent. Tehát vagy Glaceon, vagy Scizor. De egyelőre Scyther lenne a csapatban. Ó, felpatont a kis Maki majom. Gyerekek, ennyi kell, ha jól emlékszem Infernape-hez, Monferno-nak. Úgyhogy Makiverem mutasd, hogy mit tudsz. De nem, az egy kicsivel több. Úgyhogy egyből nem lesz meg. Aha. Gyerünk, Flame Villa. Szakítsd le. Nem már, mi a franc? És mennyit le fog venni? A kis szenya. Megpunch. Ez bizony nem gyorsodod le? Még jó, hogy nincs ilyen poison pontja, hogy megkapjam a poisont. Golbat, ez is nagyon-nagyon durván agykárosodás. Kettőből tudom csak kiütni, az biztos. Na nézzük, ha végeteket hoz, akkor túlélem. Háromból, gyerekek. Jó, hát akkor ez így nem pálya. Visszaváltunk Takonyra. Takony bír mindent. Nagyon durván tankos lett. Bizi tank. Piff. Látjátok? Meg se kottyan neki. Ez viszont már fájni fog. Ha magamat pofozom meg. Nem! Használom a Brine simán. Ez az. Jó, már csak még egyszer meg kéne oldani valahogy. Nézzük. Aircutter. Ez próbálkozik nagyon rendesen. Ott van a Brine. Confusionből hál' Istennek kiszneppeltünk. És szintlépöcs is megvan. Fergeteges fordulat, gyerekek. Stunkit hoz, sima poison. Van esélyünk? Nincs sok. Uborka, gyere! Uborka, lezúzza őket. Egyébként valaki mondta, hogy a Drain Punch az nem jó neki. Hát, akkor másnak kellett volna megtanítanom. Minden esetre majd megpróbálom.
Ó. Oh. Ja, mert félig rá... Várj, nem, félig... Micsoda a Dozen Effect? Ezt ennek utána kell néznem. Ez hogy lehetséges? Ja, ez Dark! Ez nem Poison, hanem Dark! Jaj, hát akkor simán üthettem volna, de jó, ez nem. Jó, te... Oké, valamit tanultam ma is. De nem zavaró, hogy valami lila színű, és utána kiderül, hogy mégse Poison, hanem Dark. Na, ez viszont tudom, hogy ő benne is van Dark, meg talán Poison is. Megpróbálom Makiveremmel megfenyegetni. Nézzük, hogy sikerül-e, nézzük összejön, amit gondoltam. Bár nem ártana azért nekem egy... Nem ártana nekem egy kis heal, de mindegy, megnézzük. Ez pont nem. Ez sima Poison lesz. Egyeket vesz le ez a pin missile. Jó van, oké. Okay. Hát akkor egy gyors heal, aztán ütlek. Na megvolt a healelés, még kapok egy pin missile-t. Missile-ről. Na, elég volt már. Negyedik, elég volt, oké. Okay. Köszönjük. Nem bag, nem bog, hanem flame wheel. Amikor nem tudsz semmit a Pokémonokról, akkor kénytelen vagy saját bőrödön tapasztalni azt, hogyha félre számolsz valamit. Viszont végre megvan a level 34, úgyhogy már nem kell aggódni, gyerekek. Ninja Bolt Joel elment, és akkor nézzük a show-t. Amit nem most nézzük, hanem level 36-nál úgy néz ki. Hát ezt is meg kéne tanulnom, hogy mi mikor történik. Nehogy fölöslegesen várjam. Azt hittem, hogy 34-nél alakul át, de úgy látom, hogy nem. Ez 36 körül lesz akkor. Kaptam még egy shardot, ezeket jó lesz összegyűjteni. Nézzük ezt a choice-it. Milyen Pokémonok lehetnek itt vajon? Semmilyen jellemzőt nem láttam. Most az, hogy most az előző meccsen miket kellett legyőznöm, épom, látjátok, egy normál típus. Ez pont jó lesz nekünk. Ki tudja, hogy egyetlen Rogue Smash ki tudja elcsapni. És nem. Nem, gyenge még Makiverem, nem elég erő. Puh, oké, ez fájt. Nem hittem volna, hogy túlélem, de valószínűleg épom nem egy powerhouse. Hogy finoman szóljak. Itt a szerint motorosok jobbra-balra elmennek. Switchelek, persze, hogy switchelek. Van nekem valami a Dark Move-om? Hát csak Mufaszának van egy harapása, nem? De. Mufasza legyen. Jaj, gyerekek. Na jó. Tim 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 tim. Gyere, Mufi. Csapja oda. Harcolj. Harcolj az életedért. És kaptam Psybeam-et előbb. Milyen gyors ez. Ki hitte volna, hogy le... Mondjuk azt észrevettem, hogy Mufasa lassabb az átlagnál. Csak ilyenkor ugye nem tudok flincselni, ez így szomorú. Megérezte azért ezt a két Psybeam-et is. De szintet fog lépni. Csodák csodájára 35-ös szint is megvan már. Thunderfang! Na, ez a beszéd. Nézzük, hogy ennek milyen ereje van. 65-95. De fizikál, ugye? Fizikál, persze. Spark az 65, 100. Fú, hát a Swagger az nekem nem kell. Vajon miben jobb a Thunderfang, mint a Spark? Paralyze. És flinch vagy paralyze. Aha, értem. Tehát, hogy egy kicsivel azért, kicsivel többet kockáztatok, mert 95-ös accuracy, viszont nagyobb esélye van annak, hogy valamit ártak az ellenfelemnek. Vagy paralízis, Grottle. Az a növény? Nem. Az a növény Pokémon? Nem vagyok benne biztos. Ground és grass? Megnézzük, gyerekek, vagy fölgyújtani. Igen, igen, erre gondoltam. Jó. Hát a harmadik, vagy mi az negyedik gáncos kezdők azok, ami annyira nincsenek meg a fejembe. És majdnem ki is gyilkoltuk. Körzöt kaptunk, elvileg csak status buff-on. Oké. Okay. Hát lehet, hogy nem mi kezdik a következő kört ez alapján, de megpáncsol talán. Viszont azzal nem fogjuk megölni. Nézzük. Így is mi kezdtünk, királyok vagyunk. Hát Grottle, sajnálom ezt a status move-ot. Túl korán nyomtad el. Le tudtál volna talán győzni valamilyen vízsugárral, vagy ja nem, földet tudott volna még rámoszítani. Hidelek egy vidámat, és akkor neki is mehetünk ennek a dupla csatának. Véletőleg dupla csata lesz, igen, mert fogják egymás seggébe másznak bele. Ilyen kis vonatba mennek előre-hátra. Egy Gyarados és Pikachu. Fú, bakker, ez azért igen.
Sűne 2 overlevel. Intimidate is van. Pfff, gyerekek. Ez pare. Mi legyen? Mi legyen? Próbálják meg mindent belevelni a rácsúba? Ha. Nem fogom kijutni a rácsút, és le fog gyorsulni mindkettő. Lehet, hogy mindkettő meghal. Na nézzük. Thunder Shock, jó. Az tuti nem öl meg. Ice Fang az biztos, hogy megöl. És akkor marad a Flame Villám. Ben. Nézzük, fél élet, semmi. Fúj, de gyenge. Jó. Ezek szerint a Ground ellen most őt hoznám be legszívesebben. De Mufasa meg azért kell, mert Gyarados szerintem egyből le tudom kapcsolni, ha betalálok Thunder Fanggel. És az Intimidate nagyon-nagyon fontos. Mondjuk ha Thunder Shockozik, akkor az nem lesz az igazi, mert nekik legalábbis. Hogy legyen? Próbálják meg rásegíteni Rocksmash, de hát semmi értelme. Ráadásul, hogyha Gyaridosszal valamilyen légi csapást mér ránk, ez nagyon rossz. Quick Attack, jó, ez semmi, ez kosz, ez maszat ez a rács. Jó, hát így vége van. Szia, Maki. Sajnállak, mert nem kellett volna meghalnod, de hát meghaltál. Nézzük, hogy mennyit ér egy a Thunder Fang. Tökéletes. Leszakította ezt a Gyaridosz, hát sajnos XP-t azt nem tudtam adni másnak. Tuborka van még itt, aki 33-as szinten hullog. Drain Punch. Ah! Psychic. Nézzük meg. Én nekem mindenem fizikál most már, szinte. Thunder sokkal nyom. Az igen, az nice. De én is úgy nyom, a Thunderrel nyomok vissza. És kapott egy paralízist. Csodálatos. Psychic-kel remélhetőleg elsöpörjük. És nem, vágod, nem. Jó, oké, Magical Leaf meg a Bites. Teljesen mindegy. Paralízis miatt olyan lassú az a dagat rájcsú, hogy rájcsú, hogy semmi bajunk nem lehet. Nagy elekik. Merre kóvályogjak tovább? Szerintem kellene dobnom egy hírt. Dobok egy hírt és itt leszek. Srácok, majdnem ledobtam a poharam, találkoztam egy 29-es Scyther-rel. Úgyhogy inkább ezt kapom el, ha már itt vagyok. Próbáljuk meg két body slam-et. És hát ha megfekszik. Úgyhogy még el tudom kapni. Skodálatos lenne. Nézzük. Furry Cutter, ez nem erős. Jó. Body slam, nézzük. Pirosba menjél le szépen. Nem ment le pirosba, bakker. Jó, akkor hereverébb. Gyere, akciózzál. Valami... Mit nyomott múltkor? Valami nagyon gázmú volt. Intimid a skull. Slash. Ez egy picit fight. Quick Attack. Na nézzük. Pirosba le kell vinni. Ez az! Nagyon jó vagy, hereverébb. Kiszolgáltad a hazát, és akkor most ultralabda. Nézzük gyerekek, egy fiú Scythert elkapni 29-es szinten, az nagyobb dicsőség lenne. Egyből kijössz? Nem jössz ki, másodszor jön ki. Kit rakok be elé? Nézzük meg gyorsan, kiből választhatok. Uborka jó lesz. Talán bírja a sebeket. Nézzük akkor a második labdámat. Ez pedig legyen ultraból, hát mi mást. Növeljük az esélyeinket, nem? Ez egy Scyther, azért mégis egyből kijön, természetesen. Az a baj ezekkel a wingetekkel, hogyha... Igen, uborka félig fighting, igen, ez a baj. Az egyik baj. Most revivalom a paralízis miatt szerencsétlen uborkát, nem uborkát, Anus Rózsát, akkor őt is lehet, hogy kiüti egy wingetekkel, úgyhogy próbálom továbbra is dobálni kitartóan. Nestbolt nézzünk meg. Hát nem tudom, gyerekek. Great Bolt. Nézzük meg egy Great Bolt. Szerencse, mácsik. 1-2-3. Egyből kijössz. Nem jössz ki? Ez az! De nagy gyerekek. Egy részben két Scythert kapok el. Mekkora mi? Na ezt végre el tudom nevezni rendesen. Gyerekek, elneveztük Scythert cséphadarónak. Cséphadaró támadás után. De lehet, hogy cséphabarónak fogom majd hívni. Nagyon le van pusztítva a csapat, szóval én azt mondom, hogy Iskiri egy halott Staravia vállán fog ide visszamenni. Tudjátok mi a baj ezzel a játékkal, hogy visszafelé nem lehet flyolni. Ez a baj. Úgyhogy most visszafelé rendes oda kell bringázni, úgyhogy ott találkozunk. A gyerekek, itt vagyok, ide értem végre, hála Istennek. És még egy PvP vár. Na, nagyon izgalmas, hogy sikerült elkapni két Scythert. Ráadásul az egyik 10 szinten magasabb volt. Milyen mákom van, gyerekek? És itt van még egy Scyther, úristen, ez ilyen...
overkill már, annyi Scyther van ma. Ezt le kell cserélned bánna, mert ebből baj lesz. Musu, gyere! Az olyan, most kapok egy akkora wingeteket, hogy leszakítja a fejemet. Szóval muszáj volt leváltanom. Ígyni. És akkor hát én nem akarok misszélni, hogy Spark. Csezd meg! Jó, szerencsére nem sebez nagyot rám. Valami okból kifolyólag egyből megvesz. Hát, meg hát. Jó, pont az pont. 36-os szintű mufasza. Teljesen jó. Luxio, persze, hogy switchelünk. Gyere, vizitakony. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tud csinálni például Luxio ellenem. Tehát, hogy van-e olyan move-ja? Biztos van valami. Mindjárt meglátjuk, ha túljeli ezt. Nem látjuk meg, gyerekek, úgy látszik, nem élte túl. Annyira vicces, hogy vízpokémonnal megyek a... Probopass, hogyha isten! Vízpokémonokkal megyek az áram pokémonok ellen, de hát... I can do it, bitch! Legyen meg az 35-ös szint! Mutasd meg a papának! Rock Smash! Gyalázd le ezt a nagy szőrös Mario Ort! Jó, paralízis, belassultunk. Baj, egy kicsit zavar. Ez nem jó! Tűz miatt azért nem kellemes ez a Rock Slide. És még flinch-el is, azt nem is emlékeztem. Yes! Betaláltunk. Azta, milyen csúnya, mérges, reket hangot adott ki ez a hatalmas nagy ortúró dög. Jaj, gyerekek, hát ez a paralízis. Meggyógyítjuk szegényt. A gyerekek, megyünk tovább, csörgetünk tovább. Arra át tudok bicajozni, nézzük már, mi van itt. Egy kis ninja gyerek. Ha ninja! Olé! Egy darab pokémonja van, egy Mothim. Erre sem nagyon emlékszem, mert elkezdtem vele, gondolom én Bug Flying. Mit csinálják? Kapsz egy Flame Wheel-t. Piff. Hát, majdnem. De mégis, nem csak majdnem. Gust, öregem! Ez ilyen... Tessék, majd itt levett az a Gust. A makiverem az így nem pálya, muszáj a 36-os szint meglegyen. Anélkül ebből a Pokémonból csak, nem tudom, sírás lesz, temető. Aztán mennyire védik ezt a helyet, de még jó, hogy van Rock Smash sem. Nem egy nagyszerű move így a csaták során, de így... Shadow Ball! Nagyszerű, vidám! Valakinek meg tudom tanítani majd. Megérte idáig elkajtatni, és szép ez a táj is nagyon. PvP! Gyerekek, a majom az még mindig életben van, úgyhogy még mindig van esély fejlődni, de hát a fene tudja. Egyetlen egy Pokémon, egy macsokéval kell szembenéznem. A macsokét az szerintem bántani fog engem valamivel. Úgyhogy nézzük Uborkát. Uborka, gyere! Szeleteld le ezt a macsokét. Szeizmikus toszódás. Igen, ettől féltem. Ajjajjaj. Psychic. Na? Meg lesz? Meg hát. Nagyszerű. Jó van, erősek vagyunk. Nem vagyunk olyan kis pihék, mint hittem. Persze ez egy Galér, tehát ez már nem Kirlia. Kirlia City az nem nagyon tetszett. Mondom, nektek sem. Még egy kis tök mag. Hát mennyi ninja ugrik már elő? Ez az egész rész csak arról szól, hogy PvP-zem ezekkel a ninja-akkal. Stunky, na akkor Dark, ezt most ha megtanult, bánsz, ütheted. Rock Smash. Pusztulj. Úgy látszik, van benne Poison is. Nem tévedtem azt a 700-át. Megpunch. Nem, minek, Rock Smash. Féleltem. De nem, ő félelt. Ha! Na most megpunch. Lecseréli a szemét! Golbet! Akkor viszont nekem is cserélnem kell. Viszont mind a kettőből kapok XP-t. 15 HP-t levett a Poison, ez nagyon bedurvult. A francba. Egy kicsit eltájoltam megint. Biztos, hogy kell majd grindolnom, mert az alap... Jézusom, annyit megijedtem, hogy nagyon sokat le fog venni, de ugye a fighting type-om miatt nem. Tehát a sima ellenfeleim, akikkel találkozom a mezőn, a vadonban, megugorják a saját szintemet. Dehogy cserélek. Pofámer a Drain Punch-a. Ja, ezt nem, ezt csak így lerugom, így Magical Leaf. Szava. Ez egy HP-t. Stunky. Stunky Monkey. Oké. Okay. Király. Ajja, labda, azt ne felejtsd el. Smokeball. Oké. Okay. Nem tudom, mit tud, majd megnézzük.
És akkor hát még egy csata, Ámisztrózsát fogom felavatni. Rózsa menj neki, roncs neki, bocsánat, ne is menj, roncs. Ronyolt szét. Két Pokémon, egy Hut-Hut, hát ez nagyon cuki. Pont beválasztottam a Rózsát, a Bagoly ellen. Fú. Trágya. Mit csináljak? Takony, gyere takony, még az is jobb. Neki nehezen jön az XP. Wow. Téktán, bevállalta a kis Bagoly. És harci Bagoly. Szervusz! Maradt életed? Hogy képzeled te eztet? Semmi! Bekritel az a kis takony veréb. Egylábú Bagoly. Biztos könnyű lehet kakálni egy lábba. Lefosod a saját bokádat. Na jó, ezt most nem akarjuk itt kirészletezni. 33-as szintű náktus. Ez is takedown-ol. Jézus Márián. Magát is gyilkolja vele egy picit, de hát a... Ne, nem lett meg a fél élet. Jó, Brian. Oké, Confusion a szerencsére keveset sebzed. Most viszont véged. Most viszont véged. 8 HP gyerekek. Wow. Epic. Mondhatnám azt is, hogy epic. Jól van, megvan a... Megvan a... PvP meccs, és akkor hát szerintem a következő rész az innen fogjuk folytatni, nagyon izgalmas lesz, mert azt sem tudom, hogy mi a franc történik, de a következő részben garantáltan fogunk látni egy továbbfejlődés, és már majdnem kész lesz a csapat. Írjátok meg, hogy Glaceon legyen a jövőben az utolsó csapattag, vagy pedig Scyther után egy Scizor. Ti írtek a döntés, írjátok meg kommentben. Köszönöm szépen, hogy velem tartotok, remélem, hogy tetszett ez a rész. Addig is, hát nem tudom, nézzetek meg más időt a csatornán, unatkoztok, legyen jó a nyári szünet. Stb. Vigyátok magatokra, és ne féljétek a legfontosabb dolgot, féljétek a ceteket. Pacsi!